A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a kormányhivatal együttműködésében 2016-ban indult útjára az a paktum, amely a térség foglalkoztatási helyzetének javítását tűzte ki célul. Az elmúlt 5 évben ennek a programnak köszönhetően számos munkaügyi támogatás és képzés segítette a megye munkáltatóit és munkavállalóit. Ennek a paktumnak a záró rendezvényét tartották meg hétfőn délelőtt a megyeházán. A megyei közgyűlés elnöke sikeresnek ítélte meg az elmúlt évek munkáját, beszédében pedig már az együttműködés következő ütemének legfontosabb feladatairól is szólt. Sokkal inkább látszanak azok a fajta kihívások, fogalmazunk pozitívan, amelyek a következő paktum programban ránk várnak. Különösképpen a célcsoport tekintetében, hiszen egy olyan nagyon izgalmas és kihívásokkal teli célcsoport lesz a következő paktumnak, amely a 30 év fölöttieket tartalmazza, azokat a személyeket, azokat az 1-től 1-ig elérendő személyeket, mondhatom így, külön-külön elérendő célcsoportot, akik nem szerepelnek a jelenlegi munkaügyi nyilvántartásokban. Az elmúlt 12 évben kevesebb, mint a felére csökkent a munkanélküliségi mutató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezt már Nagy Ervin, a kormányhivatal főosztályvezetője tárta a hallgatóság elé. Mint mondta, ehhez a fejlődéshez szükség volt infrastruktúrális beruházásokra és azokra a munkaügyi támogatásokra, amelyek ösztönözték a vállalkozásokat a bővítésre. 2010 óta, ahol hát több mint 60 ezer regisztrált álláskereső volt a megyénkben, ehhez képest az elmúlt 10 évben igyekeztünk megvalósítani a szükséges programokat, és az látható, hogy 2019-re tulajdonképpen felére csökkent a regisztrált álláskeresők száma. 19 decemberében 23 ezer volt a regisztrált álláskeresők száma, ami az elmúlt 10 évben egy csúcs adatot jelentett. Aztán látható, hogy 2020-ban ez az adat egy kicsit romlott, kicsit visszaesett, de már 21-ben, ahogy az előbb is említettem, már javuló foglalkoztatási mutatókat tudott a megye prezentálni, mind a foglalkoztatottak száma, mind a munkanélküliek, és mind a regisztrált álláskeresők számát tekintve. Van még ugyanakkor tér a fejlődésre, hangzott el a konferencián. A paktum következő évekre szóló újabb üteme főként az alacsony iskolázottsággal rendelkezőket és azokat az álláskeresőket célozza meg, akik évek óta nem dolgoznak a szakmájukban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára kifejtette, ezeknek a feladatoknak a megoldásában a szakképzésnek és a felnőtt képzésnek lesz nagy szerepe. Nem is már csak a képzés megszerzése, vagy a szakképzésnek a megszerzése az, ami kihívást jelent, hanem az is, hogy a már megszerzett tudásnak akár az ismétlése, vagy a már megszerzett tudás elavulása miatt új szakmáknak a megtanulása. Tehát ez az átképzés, újraképzésnek a kérdése, ami nagyon erőteljesen fog jelentkezni a következő időszakban. Ezért ugyanúgy, ahogy a TOP Pluszból is lesz lehetőség képzési támogatások indítására, a hamarosan induló GINO Plusz programokból is célzott képzési támogatásokat szeretnénk biztosítani. Van egyébként egy olyan megnyitott a GINO Pluszból, tehát az következő időszak GINO programjából megnyitott támogatási konstrukció, ami egy egészen magas keretösszeggel, egy 70 milliárd forintos keretösszeggel kifejezetten a képzések támogatását biztosítja. A megyei önkormányzat és a kormányhivatal összesen több mint 2,5 milliárd forintot fordított a paktum projektjeire. Az újabb ütem megvalósítására pedig 1,7 milliárd forint áll rendelkezésre.